érdekelt, ez igazából a szüleimnek, pontosabban édesanyámnak volt a vágya, hogy valószínűleg, hogy orvos legyen, és a szüleim gondolom így vezettek. Nagyon lassan döntöttem, és tulajdonképpen visszaemlékezve szívesebben vettem volna, ha hosszabb lehetett volna az egyetemre járás. Jártam másfél évet, majdnem két évet jártam párhuzamosan matematikára, és egy darabig igazán nem tudtam, hogy mit csinálok. Aztán valahogy az idegsebészeti klinikára keveredtem Szegeden. Először kikerültem Angliába, akkor visszakerültem utána Szegedre, és akkor Szegedről elkerültem Svájcba. Svájcban nagyon jó állásom volt, és akkor ez a rendszerváltás után volt, akkor nagyon megszigorították a kintartózkodás idejét, akkor megszűnt a szegedi állásom, és akkor végül is itt üresedett ez az állás, amiben most is vagyok, és akkor erre visszapályáztam. A műtétek azok hosszú sora van, és aztán az ember inkább azt lehet mondani, egy idő után csak a bajra emlékszik. Tehát azok maradnak meg, ahol, amit másképp szeretett volna csinálni. Meg kell találni a... Tehát én megtalálom, meggondolom, aki igazából orvoskodik, megtalálja annak az örömét, hogy amikor egy beteggel leül az ember megbeszélni a betegségét, és próbál rajta segíteni, ennek megvan a maga varázsa és öröme. Tehát amíg az ember ezt érzi, addig nyilván érdemes csinálni. Azt hiszem ez a lényegje az orvoslásnak. Tehát az, hogy az egy jó érzést és örömet adjon, hogy XY-nal, Szabó Jánossal, vagy Orsos Lászlónél az ember valamit konkrétan tud valami személyes ügyébe segíteni. Most döntetik el, hogy vajon mi lesz vele. Ilyenkor nem is tudom, nem szeretek ilyenkor beszélgetni, hanem hát általában arra szokott az ember koncentrálni, hogy még egyszer összeszedi a gondolatait az ember, hogy konkrétan hogy néz ki a betegség, és hát mi a konkrét műtéti terv, illetve az ember legalábbis egy idő után már az ember azt szokta magába inkább elemezgetni, hogy hol vannak a csapdák. Tehát hol csúszhat el a dolog, amit nem szeretne az ember. Idősebb úr, akinek a képalkotó vizsgálatokkal, meg az eddigi adatokból igazából nem tudjuk biztosan, hogy ez egy valódi agydaganat-e, tehát olyan, ami a idegszövetből indul ki, vagy pedig egy lágyagyhártya alatti sejtekből indul ki, és kettő közt óriási különbség, mert az egyik az teljesen jó indulatú, egy sikeres műtéttel azonnal megszabadul a bajtól, és pár hét múlva maga egészségesen otthon van, vagy pedig egy olyan, akinek aztán komoly onkológiai kezelés kell, sugárterápia, esetleg kemoterápia. Nyilván ilyen szempontból a sorsa az nyilván nem mi döntjük el, de végül is most döntetik el, hogy vajon mi lesz vele. Ez nem életmentés, hanem hát ez egy folyamat, egy gyógyítási folyamat, ami egy stábnak a, sőt, egy klinikának a teljesítménye, amiben persze benne van a klinika hírneve, mindenkinek a odaadó, hozzáértő munkája, és a tradíció az évek során, amivel meggyőzzük a környezetünket, hogy ide érdemes jönni.